Ügyességre, gyorsaságra és küzdőszellemre is szüksége volt minden versenyzőnek a győzelem érdekében. Csak az lehetett sikeres ezen a délelőttön, aki jól futott, elég erős volt, jól kezelte a különböző sporteszközöket. A kanizsai Dorottya általános iskolában az alsósok a Mikulás érkezése előtt bebizonyíthatták, mennyire képesek küzdeni egymásért és az osztályaik dicsőségéért. De a Mikulás ajándékát mindenki kiérdemli. Csak a poén része, hogy igazániból ők is úgy gondolják, hogy ez egy nagyon jó nap és teljesen más nap, mint a többi. Mikulás nap, tehát a Miklós nap, illetve egyik nap az alsósoké, másik nap a felsősoké. Már előre azért mindig van egy kis rivalizálás az osztályok között, aztán van, hogy megdől a rivalizálásnak az eredménye, és újabb győztesek kerülnek ki. Az előbb például a másodikosok között volt egy kötélhúzás is, mert döntetlen lett a második hely, és kötélhúzással dőlt el, hogy ki lesz a második és a harmadik helyezett. Ilyenkor sok minden kiderül a gyerekekről, látszik, hogy ki az, aki sokat mozog kint, sokat játszik, vannak társai, jár valamilyen szakkörre, jár valami sporttevékenységre, tehát látszik az, hogy a mozgása összerendezettebb, és hogy tudja követni a játékmenetét, mert azért vannak logikai, de úgy logikai játékok, hogy végig kell gondolni, mit csinálok, és figyelni kell. Bár a játékok ilyen összetételben nem szerepelnek a testnevelési órák programjában, ám részleteiben előkerülnek az év során. Én évről évre csinálom, tehát most nem tudom megmondani pontosan, de közel 10 éve szerintem biztos, úgyhogy már van a tarsolyomban. Inkább megújulni nehéz, tehát újakat kitalálni, de élvezik, úgyhogy bármivel hozakodunk elő, az alsó tagozat azért nagyon, nagyon hálás közönség. Azért látszik a verseny folyamán is, hogy nem most találkoznak először például fitlabdával, szivacsgátakkal a gyerekek, nem most kezelnek először labdát, tehát nyilván előkerülnek valamilyen formában. Szem előtt tartjuk az életkori sajátosságokat. Az első-második évfolyamnak nyilván a legegyszerűbbeket találjuk ki, a harmadik-negyediknél azért már lehet variálni, hát felsőben pedig határa csillagoség, tehát ott azért már sokkal befogadóbbak ilyen téren a gyerekek. Persze, hát ez nyilván azért már tapasztalat, hogy mennyit bírnak, de én azt gondolom, hogy a gyerek az gyerek, tehát lehet bombázni feladatokkal, ha motivált, akkor el fogja végezni. Lehet a határokat feszegetni egy-egy ilyen alkalommal, de azért nem a Mikulás sportnap a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy kiderüljön, kinek hol van a teljesítő képessége határa. Ilyenkor inkább az a cél, hogy gyorsan megjegyezhető feladatokat kelljen teljesíteni, amelyek érdekessé tesznek egy délelőttöt. Legyen ez inkább a játéknapja, mint az ördöklő versengésé. És bár a kedélyek a tetőfogára hágtak a verseny előre haladtával, a pillanat, amikor a Mikulás megérkezett, nyugtatólag hatott. A telezsákból pedig a versenyen elért oklevelek mellett természetesen előkerültek az ajándékok is minden résztvevő számára.